Kormányülést tartott kedden Theresa May kevesebb, mint egy nappal azután, hogy a parlament alsóháza megvonta tőle a bizalmat a Brexit ügyében. A brit demokrácia történetében példátlan döntés, kísérlet arra, hogy a képviselők maguk próbáljanak meg valamilyen alternatív megoldást kitalálni. A kérdés az, hogy ezzel végleg befellegzette az Európai Unióval kötött megállapodás tervezetnek. Szerintem kicsit korai lenne leírni. Vannak hangok, melyek szerint a kemény kilépést pártolók úgy érezhetik, hogy ha a Mayféle tervezet és a Brexit elmaradása között kell választani, akkor inkább az előbbi mellett döntenek, vélte az elemző. Hétfőn minden esetre 30 konzervatív képviselő szavazott saját kormánya ellen, 3 miniszter pedig lemondott. Vajon mit gondol a brit alsóház döntéséről az Európai Parlament liberális frakciójának vezetője? Legyen-e újabb népszavazás, kérdezte tőle az Euronews riportere. Nem a mi dolgunk eldönteni, legyen-e második referendum. A mi dolgunk a rendezett kilépés. Szóval azt remélem, hogy a következő napokban, legkésőbb a jövő héten, a brit alsóház előáll valami javaslattal, mert eddig mindent csak elleneztek, mondta Guy Verhofstadt. A keddi brit lapok esetleges előrehozott választásról találgattak, és Theresa May megszégyenüléséről írtak. Matt Hancock egészségügyi miniszter ugyanakkor azt mondta, a Brexit lehetőségei egyre szűkülnek, ám a kormány nem tekinti magára nézve kötelezőnek a képviselők döntését.